Köszöntöm a TV Szentendre nézőit ezen a gyönyörű, napsütéses őszi napon. Elkezdődött az iskola, mondom itt a mellettem ülő gyönyörű diákoknak és Kelleref János barátomnak, akivel immáron hatodik alkalommal ülünk együtt itt a TV Szentendre valamelyik stúdiójában, vagy éppen ebben a kellemes udvari környezetben. És hát a Gizella díjról beszélgetünk, ami bizonyára sokaknak már nem ismeretlen fogalom. Köszönhetően annak, hogy ugye hat éve ez már szinte tradícióként működik a városban. Kérdezlek téged, János, hogy mi is ez a Gizella díj, még mielőtt a jelöltekhez Fordulnék, mert hát elárulom a kedves nézőknek, hogy természetesen az itt lévő ö, diákok, fiatalok a Gizelladi jelöltjeként vannak itt most ö, ebben a műsorban jelen, úgyhogy ö, miért is hívtuk meg őket, mire jelölték ezeket a fiatalokat? én is köszöntöm a kedves nézőket, köszöntöm a idei jelölteket és téged is, Cili. Hát nagyon nagy öröm, hogy megint itt lehetünk ebbe a csodálatos környezetben, most már hatodik alkalommal, ugyanis ahogy te is fogalmaztál, már ez egy tradíció lett itt Szentendre városában. Szentendre ifjúsági érdemének is hívják a Gizela díjat, és ezt minden évben át szoktuk adni szeptember vége felé, vagy egy pénteki, vagy egy szombati napon, egy ünnepi átadó keretében. És hát nagyon röviden Arról szól az egész díj eszmeiség, és ami az egész mögöttes tartalom, hogy 2013-ban, amikor alapítottam ezt a díjat, én szerettem volna egy olyan ifjúsági ö, érdemet ö, létrehozni. Ö, ami arról szól, hogy nem csak a tanulmányi eredményeket, vagy esetleg a sportteljesítményt díjazzák a városban, hanem ö, olyan emberi értékeket ö, emelünk ki, vagy veszünk ö, reflektorfénybe, ami igenis nagyon fontos, és ö, én úgy gondolom, egy hiánypótló dolog volt ö, megkockáztatom nem csak a városban, hanem országosan is kevés ilyen kezdeményezésről tudok. És hát az volt az egésznek a lényege, hogy olyan értékeket díjazzunk, mint a tolerancia, emberiesség, szeretet, humanizmus, környezetre való odafigyelés, és ezt lehetne sorolni hosszasan. A lényeg az volt talán az egész megfogalmazásban, hogy hogy a gyerekeknél még inkább, vagy a fiataloknál még inkább ezek az erények, értékek jelen vannak, Uh, igazán megérdemelnék ők is, meg talán mi is. Lehet így fogalmazni, hogy ezeket, uh, ezeket tényleg értékeljük és, uh, és emeljük ki, uh, ahogy szó, meg is van fogalmazva az alapszabály, hogy a példa erejével éljünk, és hogy a példának milyen súlya van. Ezért is hoztuk létre magát az érdemrendet, ami, ami azért nagyon. Uh, nagyon fontos jelképrendszerrel is bír, azt Pistyur Imre, Munkácsi szobrászművész barátom álmodta meg, és ketten hoztuk létre tulajdonképpen ezt a díjat, és immáron hatodik alkalommal kerül átadásra Szentendrén. A díj egyébként itt látható az asztalon előttünk, tehát egy alkalmas pillanatban majd közelebbről is megmutatjuk, de előtte szeretném, hogyha a fiatalok is bemutatkoznának, és megnéznénk, hogy az idén kiket jelöltek erre a díra a városból. Ö, kezdjük innen. Szervusz, szeretném, hogyha bemutatkoznál, elmondanád, hogy melyik iskolából érkeztél, és kidelegált téged ide. Én Szűcs Eszter vagyok, a Rákóczi iskolából érkeztem, és az osztályfőnök a néni Ö, vezetett ide, vagy küldött ide. Te figyelj ide, és tudod-e, hogy miért? Vajon mi volt az az emberi érték, ahogyan azt a János fogalmazta, amit úgy gondolta a te osztályfőnököt, hogy példaértékű lehet mások számára? Mert felajánlottam a hajam beteg gyerekeknek. Ó, és honnan tudtál róluk? Honnan jött a gondolat, hogy te segíteni szeretnél? Hát mi szoktunk járni templomba, és ott a lelkéz levágatta a haját, és onnan. Tehát előtted is volt egy példa? Igen. No, ugye, kedves nézők, hát ez az, amit igyekszik a Gizela díj is táplálni, ugye, mert a jó példa az bizony táplálék mindannyiunknak, nektek is, nekünk is, meg minden kedves nézőnek is. Köszönöm, vissza fogunk még térni erre a történetre, jó? Most menjünk körbe, mindenki röviden mutatkozzon be, hogy tudjuk, hogy kik ülünk itt körbe az asztalnál. Tóth Dániel László vagyok, és a Dunakanya Magániskola Dam iskolából jöttem. És az osztályfőnököm ajánlotta, hogy jöjjek. És hanyadikos vagy? Hetedikes. Hetedikes. És te tudod-e, hogy téged vajon miért delegáltak, miért jelöltek? Az osztályfőnök jelölt, vagy a többiek, a társai? Hát ez az osztályfőnök, aztán a tanárok összegyűjtek, és megbeszélték, és erre a döntésre jutottak. És akkor nem arról el nekünk, hogy mi lehetett az a tett, az a cselekedet, hogy vagy te ott jelen a te iskoládban? Hát sokan azt mondták és észrevették, hogy tudok azokkal az emberekkel és a gyerekekkel kommunikálni, akik mások nem biztos, hogy tudnak velük beszélgetni, mert nincs hozzá türelmük, bátorságuk. Nagyon fontos szót mondtál, bizony néha bátorság kell ahhoz, ugye, hogy egymás felé forduljunk, és, és arra is kíváncsiak legyünk, ami egy picit eltér a megszokottól, egy picit más, és hát ez, ez a világ, amikor meg kell tanulnunk ehhez valahogyan viszonyulni. Köszönöm. Én Tűzkőbora vagyok, és a Borcsai Jenő általános iskolába jártam, most már nem, és az osztályfőnök a jelölt erre a díjra. Na, ez a most már nem, ez mit is jelent pontosan? Hát, hogy nyolcadikos voltam, elballagtam, és most Békás járok a Veres Péter gimnáziumba. No hát rólad meg az jut eszembe, hogy milyen nagyon fontos dolog az, hogy amikor valaki egy közösségben képvisel valamilyen értékrendet, Ugye ott a sok-sok év alatt kiérlelődik valamilyen viszony a többiekhez, hogy vajon ezt képes vagyok-e továbbvinni egy új közösségbe? Ugye? Tehát milyen mélyen gyökereznek? Még csak kettő hét telt el, tehát nem tudom, hogy ezt már megkérdezhetem-e, hogy mit tapasztalsz az új közösségedben. Mennyire nyitottak, mennyire figyelnek egymásra, mennyire segítőkészek. Ugye ezek olyan dolgok, amiket azonnal tudunk mérni egy közösségben. Gyakorlatilag belépek, ezt tapasztalom először, ugye? Figyelnek rám, vagy nem, segítenek, vagy nem, odafordulnak hozzám, vagy nem érdekel senkit, hogy mi van velem és hogy vagyok. Te mit tapasztalsz egy teljesen új közösségben? Hát egy nagyon jó fej osztályom lett, még nem ismerem őket annyira. De már jó de, fejek? Igen, de így első, illetve hát két hét után is. Így elég jó benyomásom van róluk, igen. Szóval pozitív, pozitívnak tűnik igen, neked ez a kezdet? Na jó, hát erről is beszélgetni fogunk még, meg arról is, hogy vajon miért jelöltek téged, tehát erről tudsz-e te bármit. Mi lehetett az, ami a környezetedben föltűnt a többieknek, a tanáraidnak, a társaidnak? Sok versenyre jártam, és hát szerettem is versenyekre járni. Tanulmányi versenyek, vagy Tanulmányi, mindenféle? Ami mindenféle jön? versmondó voltak rendezvények, azokon felléptem, és csináltam egy táncot is az osztályommal év vége felé. Szóval nagyon aktív tagja voltál ennek a közösségnek, és motor, motorként dolgoztál benne, ezt jól, jól érzem? Igen. No, ez is egy nagyon fontos emberi érték, tudom-e inspirálni, motiválni a körülöttem lévőket, ugye? Jó példával is, meg munkával is, amit beleteszünk egy-egy versenybe, vagy projektbe. Visszatérünk még erre. Köszönöm. Na és nézzük az utolsó kolléganőt. Én vagyok, és a Szentendrei Ferences Gimnáziumba járok, és nem tudom, hogy ki jelölhetett. Teljes rejtély, Én és homály fedi a történteket. Na de van-e elképzelésed arról, hogy vajon miért jelöltek téged? Hát, hogyha a mostani iskolámba jelöltek, akkor talán azért, mert Jött egy új osztálytársunk, és hát próbáltam nyitott lenni felé, és talán így könnyebben tudod beilleszkedni. No, ugye ez is egy milyen nagyon-nagyon fontos minőség. Mindannyian rendszeresen kerülünk új helyzetbe, új kihívások elé, új közösségbe, és akkor bizony nagyon nem mindegy, hogy mi várott minket. De kicsi lány, mintha azt említetted volna, hogy téged a Rákóczi iskola delegált, de már nem ebbe az iskolába jársz. Ez mit jelent? Akkor te is egy új közösségbe vagy, tehát valami hasonlóról valószínűleg be tudsz hát, nekünk számolni. Mert azóta átmentem a Szent András iskolába, átfelvételiztem. Átfelvételiztél, téged oda átvettek, vajon miért nem is értem? Hát a Rákóczi iskola most biztosan szomorkodik egy kicsikét, mert elveszítette egy nagyon aktív, nagyon nagy szívű euh, tanulót, a Szent András iskola meg nagyon örvendezik, mert kapott egyet. No és te itt mit láttál? Hogyan fogadtak téged az új osztálytársaid? Hát kedvesen. Kedvesen? Igen. Nyitottan, barátságosan? Igen. Kíváncsiak rád? Igen. Érdekli őket, hogy honnan jöttél, hogy ki vagy, Igen. hogy mit szeretsz csinálni, meg mit nem? Igen. Igen, ez egy tartalmas, nagyon hosszú és nagyon bőbeszédű beszélgetés lesz. No, és van-e olyan dolog, ami mondjuk nehézséget okoz neked, ahol jól jönne még egy kis segítség? Hát, a tanulásban. A tanulásban? És ebben is nyitottak és segítőkészek? Igen. No hát akkor minden segítséget meg fogsz kapni, hogy ö, igen, tehát ez egy jellemző dolog ugye, amikor osztályt iskolát váltunk, hogy nem ugyanott tart a két közösség. Tanulásban sem ugyanott tartunk, és akkor bizony azonnal nagyon aktuális lesz ez a kérdés, hogy van segítség, vagy nincs. Erről van tapasztalatotok. Most neked van. Nekem igen. Neked igen. Nekem nincs. Neked nincs. Említetted, hogy valószínűsíted, hogy téged azért jelöltek erre a díjra, mert nagyon együttérzően, empatikusan ismeritek ezeket a szavakat? Mély figyelemmel és türelemmel fordulsz a körülötted lévőkhöz, azokhoz, akik talán, hogy is mondjam, nincsenek olyan szerencsés helyzetben, hogy mondjuk a kommunikációban, a beszélgetésben, a, az együttműködésben akkora eszköztáruk legyen, mint amivel mondjuk ti rendelkeztek. Mit jelent ez? Tehát hogyan jelenik ez meg? Tudsz erre példát mondani? Hát segítek azokon a gyerekeken, akik mondjuk nehezebben megy a tanulás, vagy... Tanulsz velük? Igen. Segítek, néha lesz két megcsinálni nekik, vagy társaságban segítek nekik, hogy ne magányosan érezzék magukat, hanem bárcsak legyenek, és tudjanak beszélni, és igen. Másodszor jelent meg nálad a bátorság szó. Nagyon fontos dolog, nem csak azért, mert egy férfi ember vagy, szerintem mindannyiunknak nagy szüksége van rá, nem olyan könnyű dolog jónak lenni a világban. Erről mit tapasztaltok? Könnyű, könnyen megy ez? Könnyű, könnyű a, a szokásostól eltérően viselkedni? Mert azért nem ez a szokványos, feltétlenül egy osztályközösségben, hogy, 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 hogy odafigyelünk, hogy azonnal ott vagyunk, hogyha a segítségre van szükség, tehát ütköztök-e nehézségbe, amikor így jók szeretnétek lenni? Nagyon ritkán. Hanem elképzelhető, hogy ez példaértékű, és esetleg talán még ragadós is, és lehet, hogy mások is átveszik? Mit tapasztaltok? Inkább kritikusak a többiek, ugyan már mit töltöd vele az idődet, hát miért nem velünk jössz inkább, az sokkal izgalmasabb? Vagy te mondd csak, miért is segítesz neki, miért töltöd ezzel az időt? Tehát melyik a hozzáállás, melyik a gyakoribb? Hát az, hogy kritikusak. Kritikusak. Nem is értik, ugye? Hogy te be miért teszel időt, energiát, erőforrást. Ők is szoktak segíteni. Ők is szoktak? az iskolában értékként van elismerve, hogyha, hogyha így viselkedtek egymással? Igen. Észreveszik? Igen, ezt megveszik. Észreveszik, mert ritka a iskolánkban ez. Szerintem a többiben sem olyan gyakori. Te mit tapasztalsz erről? Mert nyilván nem véletlenül alapítottad ezt a díjat, és nem véletlenül tartottad fontosnak, hogy, hogy legyen valami, valami érdemrend, hogy legyen ez elismerve ország világ előtt, hogyha valaki jó, ha valaki jót cselekszik. Ha valaki helyesen cselekszik. Gyorsan erre a legutóbb. So, sok minden jár a fejemben, de erre a legutóbbi gondolatra reflektálnék, hogy ezt talán már egyszer nálad is elmondtam a műsorban. Én azt tapasztaltam, hogy amikor megkérdezzük a, a fiatalokat, vagy akiket jelöltek a díjra, hogy hát vajon nehéz-e jónak lenni, vagy mi volt az a tett, én azt veszem észre, hogy itt, itt nem úgy élik meg, hogy, hogy ő most jó akar lenni. Mm. Tehát nem úgy, úgy kell föl, hogy na most bemegyek, és akkor azt kell tennem, hogy jó legyek. Hanem ez, ez, ez valahogy uh, még inkább természetes uh, a, a gyerekeknél, vagy a fiataloknál, mint, uh, mint talán nálunk felnőtteknél. És, uh, és azért is. Képzeltem el ezt annak idején, így, ilyen formában és ilyen, ilyen eszmerendszerrel, mert, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat tudunk mi is tanulni tőlük, abból a hozzáállásból, abból, a, a, abból az egyszerűségből, a, a, a szó jó értelmében, ami, amivel ők, ők a mindennapjaikat meg tudják élni. Hát azért engedj meg, hogy egy kicsit ellent mondjak neked. Tehát, a gyerek gyerektársadalomnál kritikusabb és keményebb aréna nincsen a világon. Tehát ott azért én sokat foglalkozom mindenféle korú gyerekekkel és fiatalokkal, és azt látom, hogy bizony az, hogy valaki kireked a közösségből, kívül marad, hogy miért, miért nem, mert magát kirekezti mert mondjuk nem tud azonosulni azokkal az értékekkel, ami abban az adott közösségben van, vagy azért, mert a többiekre rekesztik ki, mert mondjuk ő nem olyan, nem úgy viselkedik, nem úgy néz ki, nem úgy öltözködik, nem olyan márkás szipő van rajta, és hosszas, vagy nem olyanok a tanulmány eredményei. Szóval nagyon-nagyon gyorsan tudunk mi bélyegeket osztani, és hát nem csak a felnőttek. Tehát ez kőkeményen jelen van a gyerektársadalomban. Egyetértetek ezzel? Nem láttatok ilyet sosem, ugye? Hogy egy-egy gyerekkel úgy nem barátkozunk, mert akkor nem vagyunk trendik. Ugye nem ismeritek ezt a helyzetet? Ismeritek? Igen. Az, és az hogy néz ki, amikor valaki abszolút kireked, és senki nem foglalkozik vele? Hát mindenki próbálja úgymond, úgy mondjuk kitaszítani tényleg a ö, osztályközösségből. És ilyenkor ő is, ő, hogyha próbál bármit is tenni ellene, akkor vagy az osztály kicsit nyitottabb lesz felé, és akkor talán átgondolják ezt az egészet, hogy miért is kellett ezt tennünk vele, meg hogy igazából ez miért volt menő, úgymond. De hogyha meg nem lesz nyitottabb felé, akkor csak még rosszabb lesz vele a helyzet is. Na de figyeljetek, és egyszerű dolog mellé állni? egyébként, és szembeállni az összes többiekkel, és azt mondani, hogy, hogy nem értek egyet veletek? És mi lenne, ha megpróbálnánk, hogy? Ez egy egyszerű dolog, vagy bizony bátorság kell hozzá? Szerintem nagyon nagy bátorság kell hozzá. Kicsit sem egyszerű szembe menni a többséggel. Valamit akartál mondani ezzel, Janó, az előbb még? Igen, ez, ezért nagyon praktikus a egy mikrofon, hogy, hogy így azért megvan oldva ez a labda, hogy hol pattog. Annyit akartam hozzáfűzni, hogy, hogy nem, hát te, te, te természetesen ezzel én is egyetértek, amit mondtál. Én arra, arra, próbáltam utalni csak, hogy, hogy ezek, a, amikor arról beszélünk, hogy valaki jót tesz, most ez egy ilyen ideolaisztikus dolog, de hogy, hogy, ezek talán kevésbé tudatosak, inkább ösztönösek, vagy inkább jelenbeli kérdések. Tehát szerintem ezek, ezek úgy sokkal mélyebben vannak ott az emberben, hogy hogy valamit úgy fog cselekedni, úgy fog élni, úgy fog tenni, az nem biztos, hogy az, az egy agyi folyamat leképezése. Tehát én inkább arra, arra utaltam, hogy itt, itt azért nehéz egy ilyenre válaszolni, hogy, hogy milyen jó cselekedet tett végrehajtani, mert, mert nagyon sok esetben ez ezt még a te műsorodban is egyszer fölüme, fölmerült, hogy hát nem nagyon értették, hogy hát hogy, hogy jó cselekedet, tehát így kell élni, vagy ez a, ez a normál, vagy ez az alapvetés, tehát hogy hogy ez egy érdekes dolog, és ez nekem mindig olyan nagyon tetszik meg, nagyon meg tud fogni. Azért, hogy mi az alapvetés, és hogy mi mennyire zajlik az elmében, és mi az, amit úgy karakterben, habitusban hozunk, Ismerek én olyan embereket, akik nagyon vérbő emberek, nagyon hirtelen haragúak, de a szívüket lelküket kiterítik eléd. És ismerek olyanokat, akik nagyon kimértek, nagyon megpontoltak, de háromszor is meggondolom, hogy akarok-e velük bármit közösen csinálni, mert úgy nem érzem biztonságosnak. Tehát olyan értelemben ez sokkal inkább karakterkérdés egyébként, mint korkérdés. A lényeg az, hogy, hogy az, hogy jónak lenni, és jót tenni, ebben azért megállapodhatunk, hogy hogy rendkívüli módon építi azt az embert, aki cselekszi. Uh -huh. És rendkívüli módon építi a környezetet is, ugye? Mert hogy ez egy építő minőség. Ha valaki a konfliktust keresi, a kritikus, ahogyan te fogalmaztál, és szőrszálhasogató, és azt nézi, hogy, hogy te hol vagy rossz, és hol tud ártani a másiknak, az egy abszolút romboló tevékenység. Tehát az a közösséget is, és magát, az adott karaktert is rombolni fogja. Ha valakinek a szívében más van írva, és az van odaírva, hogy, hogy, hogy segítően, és egymást táplálva, és építve, és együttműködően legyen a maga világában, az egyépítő minőség, halka jegyzem meg, hogy ennek a világnak én azt gondolom, hogy ez a, ennek a kornak a legnagyobb kihívása, hogy ezt megugorjuk e Hogy minél többen gondolkozzunk így, hogy együtt lehet, hogy, hogy többre fogunk jutni. Bocsánat és bocsánat, és csak annyit ide kapcsolnék, hogy ezt azért mindig el szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van ebbe, ebben a fajta érdemben szerintem a, a két makroközösségnek talán a, a családnak, tehát a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, illetve azoknak a pedagógusoknak, akik közvetlenül energiát, időt áldoznak az adott diákra, és, és, és a szó nem értelmében pedagógusok tudnak lenni. Tehát, hogy ez a két, két szempont nagyon fontos, tehát ez nem csak arról szól, hogy udvarolunk a szülőknek és a tanároknak, hanem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hanem, hanem, hanem nagyon, nagyon, itt, itt kiszokott ütközni, hogy, hogy, hogy hát mégis milyen környezetből, milyen háttérrel jönnek ezek a gyermekek és néha rácáfol a világ, és a leg, legnyomorultabb, leg, leg legnehezebb környezetben is születnek gyémántok. Erről egyébként azt gondolom, hogy mindannyian gyémántok vagyunk. Egyébként csak vannak csiszolt, meg kevésbé csiszolt gyémántok, és az élet erről szól, hogy, hogy van-e rá szándék, hogy minél csiszoltabbak legyenek ezek az értékek, és hát ez a gizelladi is ehhez járul hozzá egyébként, hogy itt ez, ez egy elismerés nektek, a szüleiteknek, a tanáraitoknak, hogy ez a csiszoló, ezt a finom, aprólékos, fárasztó, csiszoló munkát valószínűleg ők nagyon jól csinálják. Hogy ott erősítenek meg beneteket, ahol a szükséges, ott emelnek meg, amikor kell, egy picit ott... Ö kereteznek le esetleg, amikor valahol így kicsúsztok egy picit a rendszerből, mert hát mely gyerek az, amelyik nem, az nem is gyerek, és akkor nem is lennék boldog, ha azt mondanátok, hogy ti soha nem csúsztok ki egy kicsit a jóságnak a keretei közül. Tehát néha el szabad kalandozni, csak nem mindegy, hogy az embernek hol vannak az alapértékei. Szóval hogy volt ez a levágattam a hajamat, és elajándékoztam beteg gyerekeknek? Ez hogy hát történt? Úgy, hogy um, uh, Öm, le akartam vágatni, és hogy anya keresett egy szalont, és elmentünk, és ingyen levágatták, és felajánlottam. Tehát maga az a hely, ahová ti mentetek levágatni a hajadat, ott ezek szerint nekik már gyakorlatuk volt ebben. Igen. Ugye, hogy ők már kapcsolatban álltak, gondolom, valamelyik. Szent István kórházzal, vagy a Demeterházal, vagy valahol, ahol, ahol rákos betegekkel foglalkoznak, Igen. gyerekekkel foglalkoznak. Ott ugye ennek a betegségnek egy mellékhatása, hogy egy darabig, Igen. esetleg nem feltétlenül, de egy darabig nincsen hajuk, és akkor segítenek rajtuk, ugye? Ne érezzék Igen. magukat rosszul, készítenek nekik parókákat, és hát nagyon jól tud jönni ehhez, ugye, hogyha kapnak egy kis segítséget. Például Igen. egy kis hajat. Igen. jártál e te Ebben az egyesületben, ebben a kórházban, ezek között Igen, a gyerekek. között. Őket. Elmehettél hozzájuk, és Igen. mit láttál? Hát, hogy hogy van egy olyan gyógyszer, amit be kell venniük, és attól gyógyulnak meg, és attól kihullik a hajuk, és azért kell nekik paróka. Jó esett? Igen. Hogy segíthettél? Igen. Aha, nektek is van valami hasonló sztoritok? Nem feltétlenül beteg gyerekekkel, de akár a saját közösségetekben, amikor úgy valamit úgy oda tettél, úgy érezted, hogy ez most rendben van, ez most jól esett. Biztos vagyok benne, hogyha itt ültök, akkor nagyon sok ilyen történetetek van. Én úgy sejtem. Csak egy sem jut bele az eszembe éppen. Jól mondom? Én. Nagyon sok van, de most épp nem jut az eszembe. No, egyébként erről is ismerszik fel a dolog, mert ilyen értelemben igaz, amit a, amit a Janó az előbb mondott, hogy hogy ezeket úgy nem jegyzi az ember, mert olyan természetes, mint a levegővétel, akinek az. De azért azt mondom nektek, hogy ragadós. Tehát ti csak legyetek, akik vagytok, mert biztos, hogy az mindenhová el fog jutni, és a környezetetekre is hatással lesz. A családotok büszke rá, hogy ti itt vagytok, és a közösségeitek büszkék rá. neked hogy... igen. Neked igen, többiek, mit szóltak hozzá otthon, a szüleitek. Hát örültek nagyon neki. Ugye? Jól neveljük a gyereket. Ugye? Azért ez jó érzés tud lenni, nekem is van három gyerekem, úgyhogy ezt meg tudom erősíteni, hogy nagyon jó, amikor az ember pozitív visszajelzést kap. Többiek, Hát én a közösséget nem tudom, mert eljöttem onnan. És már nem tartotok semmilyen kapcsolatot? Ezt tényleg mondod már itt a 21. században? Akartunk, eddig, no, no. eddig nem jött össze, de reménykedek, hogy igen, hogy lesz ilyen találkozó. Hát nem olyan nagy ez a város. Tehát szerintem ezt azért meg fogjátok tudni oldani, ha akarjátok, de akkor nincs visszajelzésed. Hogy ők most büszkék -e rád? Nincs. De szerintem is tudják, hogy itt vagyok. De nem is tudják, most már majd itt a TV Szentendre segítségével tudni fogják úton útfélen, hogy ti itt jártatok, én azt hiszem. És nálad mi a helyzet? Hát, nem tudom, szerintem az én volt osztályom sem tudja, hogy én most itt vagyok. De a szüleim örültek neki. De a szüleid örültek. Hát én minden esetre nagyon-nagyon gratulálok nektek, mert azt gondolom, hogy példaként lenni egy közösségben, tizen Két, 13, 14 évesen az nagyszerű dolog, és tartsátok meg ezt a jó szokásotokat. Még néhány szót szeretnél mondani, Janu, az éremről, a, a díjátadóról. Hogyan tovább? Ugye most itt jelöltek vagytok, de aztán hamarosan lesz itt kérem szépen egy díjátadó, mire számíthatunk. Igen, talán a legfontosabb, mindenhol próbálom kiemelni, hogy van egy érdemrendünk, ugye, maga a Gizela díj, amit átadunk de hogy az egész uh, díj, eszmeiség és maga az átadó is úgy lett megálmodva, és úgy lett elképzelve, hogy most itt négyen ülnek, egyébként öt jelöltről beszélünk 2019-ben, de hogy itt, uh, itt öt győztes van. Tehát uh, az, hogy, az, hogy uh, át kell adni egy díjat, az uh, majdnem, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy az a, az a legnehezebb, része az egésznek, és nem szabad elfelejteni, nagyon szu, egy, egy szubjektív döntés. Tehát, hogy egy bizottság dönt erről, emberek vagyunk, ráadásul papír alapján kell egy pályázat alapján megítélni. Tehát ott a helyszínen már nyilván nem mondhatom azt, hogy szinte bárki kaphatná, mert ez tényleg így van, hisz akkor a, 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 aki, aki megkapta, annak az érdemeit csorbítanám, de, de de őszintén mondhatom, hogy itt aki jelölve van, az abszolút győztesnek érezheti magát, és és innentől kezdve emberi, nem tudom, tényleg szubjektum, gyarlóság és ítélet kezébe van az egész díj. Ezért van úgy megálmodva, hogy minden jelölt kap egy Gizela díjra jelölt címet, oklevelet kap, minden jelölt kap valamifajta ajándékot sehova nem megyünk úgy el, hogy ne a minden jelöltel menjünk el, akár tévé, akár rádi interjú, a honlapra is együtt kerülünk föl, a újságba is együtt kerülünk be. Szóval ezt azért a kezdetektől erősítem, és ezt mindenhol első helyen szoktam kiemelni. Azon kívül pedig hát a legfontosabb, hogy szeptember 27-én 18 órakor lesz a ünnepi átadó, ez egy pénteki nap, és a hagyományoknak megfelelően a Szentendrei Városháza dísztermében kerül átadásra. Mindig van egy ünnepi műsor, egy nagyon pici ö, protokoll rendezvény, és ezután egy, egy kis állófogadás, tehát ö, oda nem csak a jelölteket és a családjaikat, hanem a tanárokat, barátokat, osztálytársakat, mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk, illetve hát a szentendrei, Szentendrei-eket és a környéken élőket hisz, ö, hisz ezzel ők is tudják erősíteni és támogatni a díj eszmélységét, és a legfontosabb, hogy a fiatalokat. És ugye mindannyiunk közös érdeke, hogy értékekkel legyünk körülvéve, és az értékeket meglássuk, kiemeljük, elismerjük, és ennek rangja legyen, szeretnéd -e megmutatni a díjat a kamerának, közelebbről egy kicsikét, hogy mi is az, amit megálmodtatok, és mit is szimbolizál. Hoppácska, <laughs> ez a ezt most nem fogjuk megmutatni a kedves nézőknek, Szerintem hogy mit nem találtunk. A felvétel miatt Jövő, de itt is van. Jó, akkor ott. csak beszélj róla. Akkor csak, róla. Akkor akkor csak mondd lesz. el, hogy mi a... Jó, igen, igen, igen. Nem tudom, hogy pontosan hol volt. rámegyek a díjra, és akkor... Akkor csak ennyi, igen, hogy rámész. Na, rá? Nem rá, én nem látom Szóljatok, a mehet. Hány percünk van még? Kerekítsem le lassan? Uh -huh. Ugye? Jó. Akkor még vissza, a díjat. Vissza, Jó, akkor még a díjat bemutatjuk is. No, tehát azt gondoltam így zárszóként, hogyha néhány szót mondanál magáról a díjról, ugye említetted az alkotót, néhány gondolat arról, hogy mit is, miért pont az, ami. Nagyon fontos, hogy nem ö, plastik vagy műanyagra szerettük volna ezt elképzelni. Ez kőbe van vésve. A kő az szerintem ö, önmagáért, önmagáért beszél, Jó. akár úgy is, mint az egyik őselem. Uh -huh. ö, nem akarom itt húzni az időt, nagyon röviden a szimbolisztikáját ö, Imre nagyon hosszan el tudná mesélni, de ebbe megjelenik ö, maga az elnevezés is az, hogy érdem és rend. Ez ö, mind összetett szóként, mind külön is értelmezendő. És és a jelképrendszerbe abba, abba bele lehet látni akár a hajót, mint az utazást, akár a, a szemet, akár a mosolyt. Nagyon sokfajta értelmezése lehet. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon, nagyon szép és nagyon fontos díjat sikerült Imrének megálmodnia és közösen létrehoznunk. És hát nagyon-nagyon bízom benne hogy hogy tényleg az a példa amit most is itt megemlítettünk, az, az tovább fog élni, tehát hogy ez, ez, mi, mi csak egy egy porszen vagyunk a a a, a nagy homoktengerben, de hogy hogy ez ez, ez, ez olyan fajta elismerést, akár megerősítést tud jelenteni a a jelöltek számára, ami ami, ami a későbbiekben is nagyon fontos lehet. még egyszer hangsúlyozva, hogy a jelöltek azok a győztesek. A jelöltek a győztesek, mi meg mindannyian élvezzük azt a világot, amit a jó és a, a jó cselekedetek mentén születik és teremtünk közösen. Úgyhogy fogjátok be azt a szelet a vitorlátokba, ha már itt hajót emlegettél, a világért lenetérjetek erről az útról, amin most vagytok, ám de tanítsátok meg minél többeknek. És hát ahogy ezt a Janu említette, mindannyian már most nyertesei vagytok ennek a díjnak, és én egyébként azt gondolom, hogy az élet egy olyan játszótér, ahol mindig az jön ki a végén, amit beleteszel. Tehát, ha ti ezt töltitek bele, hogy figyeltek másokra, és igyekeztek támogatóan, együttműködően, építően jelen lenni a magatok világában, akkor pontosan ez fog történni veletek, és ilyen lesz az életetek, meg mindazok ki, akik körülöttetek vannak. Köszönjük szépen a kedves nézők figyelmét, köszönöm szépen, hogy eljöttetek ide a stúdióba, és beszélgethettünk egy picit arról, hogy kik vagytok, és hát nagyon sok sikert kívánok mindannyiatoknak, bármint hallottuk, már mindannyian nyertetek, úgyhogy köszönöm szépen, és legyen nagyon-nagyon sikeres évetek! Minden jót kívánok, a kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmét!